estét kívánok, ez a Kanizsa TV július 23-ai hétfői híradója. Nézzük először legfontosabb híreinket röviden. Minőségi borok csúcs technológiával látványborászatot avattak Zalaszabarban. A 3,5 hektáros szőlőterülethez üzemet, géptárolót és műhelyt építettek, de jövőbeli tervek közt szerepel egy borpanzió kialakítása is. A 60 millió forint értékű beruházás célja a zalai borvidék egykori rangjának visszaállítása. Számítanak a fiatalokra, több mint 500 kitűnőre érettségizett középiskolás vett részt az idősügyi tanács hagyományos rendezvényén. A kitűnők találkozóján a fiatalok megismerhették a város jelenlegi és tervezett fejlesztéseit. Az összejövetelen elhangzott, az önkormányzat azon dolgozik, hogy minél többen térjenek vissza Nagykanizsára a felsőfokú tanulmányaikat követően. Őrzik a lángot, 25 éves lett a nagyrécsei ferences ifjúsági tanya. A jubileumi szentmisét Varga László megyés püspök mutatta be az Erzsébet telepi tanyán, ahol nyaranta a gyerekek megismerhetik a természet és a kétkezi munka szépségeit, valamint a közösséghez tartozás élményét. Új borászat nyílt a zalaszabari Öreghegyen. A kányavári borpirtok tulajdonosai több zalai borásszal együttműködve a zalai borvidék egykori rangját akarják visszaállítani. A 60 millió forintos beruházást az Agrártárca is támogatta. Borászatról, de akkor nagyon úton voltunk, amilyen nem volt. Nagyot mertek álmodni, de kicsit építettek. Ezt mondta Szabadics Zoltán, a kányavári borbirtok egyik tulajdonosa az avatáson. A festői szépségű 3,5 hektáros birtokon felépített látványborászatban a minőségi borokat korszerű technológiai berendezések segítségével állítják elő. Azt akartuk megmutatni, hogy modern technológiával kis helyen is ilyen mennyiségű szőlőt fel lehet dolgozni, hiszen ahol most állunk, ide érkezik be a szőlő, itt van az elsődleges feldolgozása, majd itt lesz a palackozása is, és hát ide jön a tárolás. Mellettünk egy labor van, mert ma már tudomásul kell venni, hogy labor nélkül nem lehet megállapítani azt az időt, amikor itt optimálisan születelhetünk, vagy éppen milyen cukortartalmat milyenként lehet és kell beállítani. A borászat palackozott nedűit olyan ismert szőlőfajtákból készítik, mint a Chardonnay, a Sauvignon Blanc vagy a Cabernet Sauvignon. A 60 millió forintos beruházást az Agrártárca 17 millió forinttal támogatta. Ez a vidékfejlesztési program egy része volt, hiszen borászati célra mintegy 40 milliárd forintos pályázati összeggel hirdettünk meg az agrárvállalkozások számára ilyen támogatást. Ebből is az összegnek köszönhetően eddig 550 vállalkozás mintegy 34,5 milliárd forintnyi összegű támogatáshoz jutott, függetlenül attól, hogy kicsi, közepes vagy nagy vállalkozásról van szó. Így a mostani beruházás is ennek a pályázatnak közel jutott hozzá ehhez a 17 millió forintos támogatáshoz. A kányavári borbirtokon a jövőben egy exkluzív borpanziót is kialakítanak, amely segítheti a minőségi bor és gasztroturizmus fellendülését. Több mint 100 millió forintot nyert fejlesztésekre tavaly Zalakaros. Erről is beszélt a városnapján a település polgármestere Novák Ferenc szerint, ugyanakkor erősödtek a település közösségei is. Zalakaros 21 évvel ezelőtt nyerte el a városi rangot. Az ünnep a hagyományokhoz híven az apró népek köszöntésével kezdődött. Zalakaros 23 újszülöttel gyarapodott 2017. július 1-je és idén június 30-a között. Amikor gyermekeinket neveljük, amikor gyermekeinket gondozzuk, a jövőt úgy lássuk meg bennük, hogy Isten szeretetét akarjuk bennük megtapasztalni. Dr. Háda László plébános áldását követően azokat a fiatalokat is köszöntötte a fürdőváros vezetősége, akik idén lettek nagykorúak. Ezúttal 15 zalakarosi ifjú kapott emléklapot. Novák Ferenc ünnepi beszédében az emberi kapcsolatok minőségének és a közösségek működésének fontosságát hangsúlyozta, de szólt az elmúlt esztendő fejlesztéseiről is. Nézzük meg, hogy a pénzt is, hogy mennyit nyertünk az elmúlt időszakban. Napelemes pályázatunkra 27 millió forintot, ipari terület fejlesztésére 100 millió forintot, kerékpárok építésre 230 millió forintot, gyógyhelyi központ létrehozására 650 millió forintot, a civil ház bővítésére 19 millió forintot, ez látszólag kis pénz, de nagyon fontos, éppen a közösségeink működése szempontjából. A zalakarosiakkal együtt ünnepelt a lengyel testvérváros Olesno delegációja is. To, że potrafimy docenić
Nagy örömömre szolgál, hogy az imént a Városházán megerősítettük a 10 évvel ezelőtti együttműködési megállapodásunkat. Városaink közti együttműködést mi sem mutatja jobban, mint az, hogy a közösségeink Olesznó lakói a fiataloktól kezdve a nyugdíjasokig számos alkalommal jártak már itt Zalakoroson. A Városnapja alkalmából kitüntetéseket is átadtak Zalakoroson. 6. alkalommal köszöntötte az idősügyi tanács a kitűnőre érettségizett kanizsai fiatalokat. A találkozó célja, hogy szorosabbra fűzze a kapcsolatot a fiatalok és az idősebbek között. A 2017-18-as tanévben 54 középiskolás diák szerzett Nagykanizsán hibátlan bizonyítványt. Hagyj csak őket is! Egész életükön át a gyermeki kíváncsiság, inspiráló motiváció. Bol Sándor, az idősügyi tanács alelnöke tolmácsolta Cseresnyés Péter miniszterhelyettes köszöntő szavait. A 2013 óta minden évben megszervezett találkozó egyik fontos célja, hogy a jelesre vizsgázott diákok találkozzanak az idősügyi klubok vezetőivel és a város középiskoláinak igazgatóival. Ennek az egyik eleme volt a 2013-ban először megvalósított kitűnő találkozója, melynek elsődlegesen a találkozás volt a célja, másodlagosan pedig nem titkolt célunk az is volt, hogy valahol megismertessük a gyerekeket, diákokat a várossal, azzal, hogyha majd 5 év múlva, 6 év múlva végeznek, és vissza akarnak jönni, akkor mi várja őket Kanizsán. Ezért is hívtuk meg minden egyes alkalommal a polgármester urat, illetve az országgyűlési képviselőnket minden egyes találkozóra. A 2017-es, 2018-as tanévben 54 diák érettségizett kitűnőre Nagykanizsán. A fiatalok egyetértettek abban, hogy eredményeik a kiváló felkészítésnek is köszönhetők. Matekból nagyon könnyű volt szerintem az érettségi, de hát ez a felkészülés miatt is volt, és köszönetet is kell mondani a tanáraimnak, az Erdős Gábornak, illetve még Erdősnének is, mivel ők nagyon jó minőségben felkészítettek minket, és így semmi problémánk nem volt. Dédes Sándor polgármester is gratulált a fiataloknak. Kiemelte, a kitűnők büszkén és magabiztosan várhatják az egyetemi ponthatárok kihirdetését, és a város vezetőségének legfőbb célja, hogy felsőfokú tanulmányaik után minél többen térjenek vissza Nagykanizsára. Önöknek különösebben nem kell izgulniuk, mert aki kitűnő bizonyítványt ő kap az érettségén, ő biztos, hogy sok-sok pontot visz, és oda, ahova szeretne menni, felvételt is fog nyerni. Ha ez mégsem így sikerül, akkor sem szabad feladni, mert át lehet jelentkezni is egyik egyetemről a másikra. A kitűnők találkozója kötetlen beszélgetéssel és fogadással zárult. 25 éves a ferences ifjúsági tanya Erzsébet telepen. A jubileum alkalmából Varga László kaposvári megyés püspök tartott szentmisét. A főpap prédikációjában arról beszélt, ezen a helyszínen is sokan megtapasztalták Isten irgalmát. A ferences tanya 12 hektáros területén lovakat, tehereket, kecskéket, szamarat és rackákat is tartanak, van nyári szállás, közösségi faház és kápolna is. Jobb az Úr ereje itt nekem, jobb is, mint az emberi. A Szent Mise evangéliuma Isten irgalmasságáról szólt. Aki a megroppant nádat nem töri el, a pislákoló mécsest nem oltja ki. Varga László megyéspüspök mindezt példákkal is illusztrálta. Ez a hely számomra, amennyire én ismerem, 25 éve ismerem, nem voltam nagyon gyakran itt, de a Eleket és a családját ismerem régóta, már előtte. Azt gondolom, hogy nagyon sokan, akiknek pislákolt az élete, vagy megroppant, megtört, mert olyan nehézségekkel kellett megküzdeni, itt ebben a közegben, a munkában, az imában megerősödtek, gyógyultak, lángra kaptak, kinek mire volt éppen szüksége. A ferences ifjúsági tanya nem csak a hit, hanem a közösség egyik bástyája is. Erről már a szociális ügyekért felelős államtitkár beszélt. Én azt gondolom, hogy ennek az itteni tanyának a legnagyobb küldetése és a legnagyobb jó léteménye mindenkinek, egyébként a szülőknek és a társadalomnak is az, hogy itt lehet valós közösséget csinálni. A ferences ifjúsági tanyára az ország minden pontjáról érkeznek csoportok, köztük egyházi iskolák diákjai, családos közösségek, állami gondozottak és cserkészek is.
Magdolna napi búcsút tartottak tegnap a Bacónahegyi kápolnában. A helyi birtokosok, a nagyrécseiek és az elszármazottak évről évre részt vesznek a Szentmisén és az azt követő kulturális közösségi programokon. Több mint 10 éve rendezte az első búcsút Nagyrécse önkormányzata és a Bacónahegyért alapítvány a hegyháton. Itt ugye az ember érzi a nyugalmat a szelíd gesztenyefákkal és a régi pincékkel. Jó lenne, hogyha ez irányba is a mezőgazdasági vonal is és a vállalkozás is elindulhatna ezen a területen, mert akkor így éledne föl jobban ez a vidék. Reméljük, hogy az itt lakók és az ide települők is tudják, hogy milyen nagy érték ez. Tehát nem pénzbeli érték, hanem eszmei érték ez a kis terület és ez a szokás, amit szeretnénk továbbra is ápolni. A kápolna búcsú ünnepén minden esztendőben kulturális program is várja a résztvevőket. Idén komoly zenei koncert volt a hegyháton, barokk szerzők fuvola műveiből, Lázár Zsófia és Csalog Benedek közreműködésével. Ez az egész dolog igazából a 20. század derekán alakult ki, hogy egyáltalán régebbi zene után érdeklődjünk. Korábban igazából mindenki a saját korának a zenéjét játszotta, a 19. század végéig bezárólag. Nagyon-nagyon ritkán játszottak elmúlt korok repertoárjából. És a 20. század közepén alakult ez ki, másfelől az a mozgalom is akkor indult be, miszerint próbáljuk meg a régi korok zenét olyan hangszereken játszani, mint akkor játszották. A Magdolna napi búcsú résztvevői igazi időutazáson vehettek részt, a művészeknek és korhű fuvoláiknak köszönhetően. Most nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Szakmai és erkölcsi elismerés, a nagykanizsai Adórián Árpádné lett az év vezető védőnője a Magyar Védőnők Egyesülete pályázatán. A szakember éppen a nyugdíjaztatása előtt tudta meg, hogy munkatársai felterjesztették az elismerést. Kiütéses győzelem, véget ért a 45. Móricz kupa. A döntőben a Bajcsi Zsilinszki út játékosai 10-0-ra megverték a Rozmarin utcaiakat. A kiskanizsai utcák és terek kispályás labdarúgó tornáján idén 7 csapat rúgta a bőrt, a felnőttek mellett az öreg fiúk is indultak a kupáért. A Magyar Védőnők Egyesülete idén is meghirdette az év védőnője pályázatot, melyre a családok, kollégák, munkáltatók jelölhették a szakmában dolgozó segítőket. A vezető védőnő kategóriában a nagykanizsai Adórián Árpádné részesülhetett ebben a megtiszteltetésben. 2011 óta adják át a MAVE által alapított az év védőnője díjakat, amelyekkel a családokat segítő, áldozatos munkát végző védőnőket jutalmazzák meg. Idén is 5 kategóriában várták a jelöléseket. 5 díjat adunk át minden évben. A kis településen dolgozó védőnő kaphat évi védőnője díjat, egy közepes településen egy nagyvárosban élő, és közösségeket is díjazunk, akik együtt dolgoznak egy tanácsadóban, ezeket is jelölhetik, tehát őket is jelölhetik a gondozottaink, és hát a szakfelügyeltet ellátó védőnő kolléganő, aki, mint említettem, ugye nagyon fontos, hogy segítse, támogassa a mindennapi munkájukat a védőnöknek. Adórián Árpádné 43 éve lépett a védőnői pályára, 19 éven keresztül pedig vezető védőnőként segítette munkatársait. Az idén nyugdíjba vonult vezető védőnő nagy megtiszteltetésnek vette, hogy kollégái jelölték erre a díjra. Számomra ez egy hatalmas nagy meglepetés volt, ugyanis ebben az évben, június 25-ével vonultam nyugdíjba, és egy nagyon kellemes búcsúztatót tartottak a kolléganők, és a búcsúztató végén ott szembesültem ezzel a ténnyel, hogy ők engem felterjesztettek erre az elismerésre. Nagyon-nagyon meglepődtem, hát ennek hatalmas eszmei értéke van, és meg is hatott rettentően, és azt mondtam, hogy ha nem is kapom meg ezt az elismerést, de maga az a tény, hogy nekik ez egyáltalán a fejükbe megfordult, hogy én erre érdemes vagyok, ez egy csodálatos dolog volt. Az elismerő oklevél mellé emlékül minden díjazott egy egyedi tervezésű, tradicionális üvegfestéssel készült iparművészeti nyakéket is kapott. Véget ért a 45. Móricz kupa, a kiskanizsai utcák terek foci bajnokságát öregfiú kategóriában a Bajcsai utca nyerte, a felnőttek között pedig a Bajcsi Zsilinszki út gárdája győzett. Az utolsó mérkőzést vasárnap délelőtt a Rozmarin utca játszotta a Bajcsi Zsilinszkivel. Az eredmény 10-0 lett az utóbbi együttes javára.
A 45. Móricz kupán idén a szervezők szerint is kevés csapat vett részt. Összesen 7 baráti társaság rúgta a bőrt a kiskanizsai műfűfön. 45 év az hát elég nagy idő, és hát úgy gondoltuk, hogy a 45. alkalommal megrendezett rendezvényünket valamilyen módon próbáljuk egy kicsit földobni, ezért az aktivisták segítségével, akiknek ezután is köszönjük a segítségét, a munkáját, tegnapi résztvevő csapatoknak, meg hát tulajdonképpen mindenkinek egy kis vendéglátással tudtunk kedveskedni. Örülünk annak, hogy többen ezen a kis összejövetelen részt vettek. Dénes Sándor polgármester a díjátadó alkalmával saját emlékeiből táplálkozva idézte fel a kezdeteket, hangsúlyozva a közösségi összefogást és a hagyomány továbbvitelének fontosságát. Én azt mondom, hogy ezt nem szabad abba hagyni. Tehát ami 45 évet megélt ez a Móricz kupa utcák terek kispályás labdarúgó bajnokság, ezt nem szabad elengedni. Gondoljuk végig közösen, de valamit kellene tenni. Az öreg fiúk csatáját a Bajcsai utca csapatát megelőzve a Felső Temető utca gárdája nyerte, a gólkirály Kálovics Zsolt lett. A felnőtteknél negyedik lett a Szepetneki utca, a bronzérmet a Jakab-Kuti utca csapata érdemelte ki. Ezüstösek a Rozmaring utca focistái lettek, a Móricz kupát pedig idén a Bajcsi-Zsilinszky út gárdája vihette haza. A gólkirály Póka Ferenc lett, aki a győztes csapat játékosa. Híradónk végén nézzük meg még egyszer legfontosabb híreinket röviden. Minőségi borok csúcs technológiával látványborászatot avattak Zalaszabarban. A 3,5 hektáros szőlőterülethez üzemet, géptárolót és műhelyt építettek, de a jövőbeli tervek közt szerepel egy borpanzió kialakítása is. A 60 millió forint értékű beruházás célja a zalai borvidék egykori rangjának visszaállítása. Számítanak a fiatalokra, több mint 500 kitűnőre érettségizett középiskolás vett részt az idősügyi tanács hagyományos rendezvényén. A kitűnők találkozóján a fiatalok megismerhették a város jelenlegi és tervezett fejlesztéseit. Az összejövetelen elhangzott, az önkormányzat azon dolgozik, hogy minél többen térjenek vissza Nagykanizsára a felsőfokú tanulmányaikat követően. Őrzik a lángot, 25 éves lett a nagyrécsei ferences ifjúsági tanya. A jubileumi szentmisét Varga László megyés püspök mutatta be az Erzsébet telepi tanyán, ahol nyaranta a gyerekek megismerhetik a természet és a kétkezi munka szépségeit, valamint a közösséghez tartozás élményét. Ez volt a Kanizsa TV július 23-ai hétfői híradója. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm, viszontlátásra!